reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autó család tagja. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Valamint a Surgeon Zrt. Az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgeon Zrt. Az üzleti vállalati tanácsadó. Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli a Ács stúdióban. Gáborral. És Várkonyi Gáborral. Azt SMS, mondja, hogy... WhatsApp és Viber számunk. Én tartom. 0630 20 10 909, és hát azt mondtad, hogy nézem, hogy van-e közlekedési hír. De azt még nem most mond, de azt majd... Közlekedési nincs. De nincs is mit elmondani, mert nem nagyon van. Hát de figyelj, azért én azért láttam, azt még ide vigyeztjük. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Várjuk az okát, hogy miért olyan lassú, miért van fennforgás a nulláson. Egy gyál magasságában az M1-es, M7-es felé vezető oldalon van néhány kilométeres lassulás, és amit az én kis algoritmusom kidob, hogy az ilyenkor szokásoshoz képest jóval lassabb az a Margit körúton. Szélkámántér irányába. Mert ott van egy építkezés a Megvártnál. Igen, az lassítja be? Egy sávvel, legalábbis tegnap volt. Aha, és az úgy nézett ennyi. Ki, hogy az még ma reggel is ott lesz. Aha, akkor ez lehet az ok, de minden mást, ahol van. Ezen kívül az egész város elég jónak tűnik. Azt írja a hallgató, hogy a nulláson két helyen volt koccanás. Úgyhogy akkor ezzel megvan a magyarázat. Szuper, nagyon gyors volt, és nagyon szépen köszönjük az infokat, várjuk a továbbiakat. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. És eljött végre a hónap utolsó péntekje ismét, amikor is a következő hónap legizgalmasabb budapesti programjaiból hoz nekünk egy csokrot, vagy készít nekünk Wagner Gábor, a Világ Budapest újságírója. Így van ez most is, július végén, az augusztusi programkínálatot nézzük át. Jó reggel, szervusz Gábor! Jó reggel! Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Na, mivel kezdjük? Film, zene, muzsika, kiállítás? Hát igazság szerint az augusztust azért mindig egyetlen egy nagy esemény uralja le, ez a Sziget Fesztivál, úgyhogy akár kezdhetünk ezzel, mert ugye pláne az elmúlt két évben nem is volt, és most augusztus 10 és 15 között ismét lesz Sziget Fesztivál. A helyszín az változatlan, az ugyanúgy az Óvodai Szigeten lesz. És mivel két év kimaradt, lesznek a változások, új helyszínek, átnevezett helyszínek, áthelyezett helyszínek. Úgyhogy aki nagy Sziget fesztiválos, mint például én is, azoknak is ugye az első nap az valószínűleg azzal fog telni, hogy koncertek megnézése mellett, hogy azért fölméri a terepet, hogy mi változott és mi nem. Aztán, hogyha valaki igazi komoly fesztiválos, akkor ezt öt napon keresztül fogja tudni folytatni, anélkül, hogy meg tudná jegyezni. Hat nap. Hat nap, nem lesz például mínusz egy nap, meg nulladik nap, és nem egy hétig fog tartani, hanem hat napig, szerdától hétfőig. És hát például ilyen új helyszín, hogy lesz, hogy eddig a hip-hop zene az így elszorva volt jelen a szigeten, most lesz egy külön színpada csak a hip-hop zenéknek. Azt ilyenkor már egyébként lehet látni, hogy mennyi külföldi érdeklődik, vagy jön? Hát... azért szerintem a Sziget Fesztiválnak a 60% az külföldi a látogatóknak. Ezt most még nem tudom, ezt a szigetesektől lehetne megkérdezni, vették a jegyeket. Aha, én nem tudom eltudni, hogy én öregettem ki belőle, óriási szigetre járó voltam, vagy csak egyszerűen a egy külföldiek számára létrehozott fesztivál Budapesten néved lett át, és azzal együtt, hogy vannak jó előadók, egyre kevésbé jött ki nekem a matek, hogy érdemes legyen kimenni. Valahol az átállás, amikor már a kocsmákban is angolul
szólnak hozzád, meg az egész átváltott, ilyet már láttam a világon máshol. Nekem egy kicsit ilyen... Magyarul átváltott angolra? Angolul kérdeznek a kocsmába. Tehát, ezt értem, csak hogy hol láttad ilyet máshol a világban? Hát ilyet máshol is tapasztalok természetesen, erre gondolod. Na mindegy, szóval oké, de akkor beszéljünk a kínálatról, mert azért vannak tök jó koncertek. Persze, igen, nagyon jók. Hát azért az látszik a szigeten, de ez meg nem újdonság, mert ez már egy ideje szép lassan tolódik ebbe az irányba, hogy ugye régen, persze nyilván nem ugyanazok a zenekarok, a legmenőbb zenekarok manapság, mint mondjuk 20 éve, vagy már akár 10 évvel ezelőtt. Hát kinek? Hát a kínálat azért az így szépen lassan a popzene irányába csúszik el, tehát ugye a kiemelt zenekarok is főleg ebbe a csoportba tartoznak, tehát ugye a 6 napból hát a Dua Lipa, Justin Bieber, Calvin Harris, ők ugye a kiemelt nevek, ők azért nem, és akkor mellettük van az Arctic Monkeys, a Tame Impala, meg a Kings of Leon. Ez csak a nagy színpad. Mondjuk a Tame Impala az érdekel. Akkor fele-fele. Ezek igen, közül. Igen. Fele-fele a mainstream pop és a hagyományos. De ez már majdnem egy Balaton Soundnak is elmenne. Hát a fele. A fele. Hát ilyen volt fesztivál és Balaton Sound keverék, mondjuk. De azért a Sziget Fesztivál nagy előnye az, hogy mivel nagy sok helyszín van, ezért igazából mindenki megtalálja a számára megfelelő programokat, vagy koncerteket, mert azért itt tényleg a legkisebb között, vagy tehát a mély undergroundtól kezdve egészen Justin Bieberig ível a kínálati görbe. Szóval, hogy azért nagyon sok féle zenekar megfordul a szigeten. Még erős túlzásra még azt is mondtam, vagy kis túlzásra mondhatom azt is, hogy aki nem lép fel a szigeten, azaz a zenekar nem létezik. De persze, mondom, erős túlzás, de hát olyan sok féle, meg stílusú zene lesz a szigeten, meg van, és mindig, hogy tényleg azért nem marad az ember program nélkül, hogyha kívül. Nem. Hogyha a nagy színpadot nem kedveli, ami éppen ott. Ezzel együtt, amit elmondtál, abból én már jobban értem, tehát eddig csak, hogy éreztem, jobban értem, hogy nekem miért van sokkal kisebb ingerenciám meglátogatni az eseményt. Arányaiban sokkal kevesebb az, ami érdekel, ugrásszerűen emelkedő árak mellett igazából. Igen. Hát igazából a sziget az már egy nagy, már nagyon régóta inkább hasonlít egy nagy búcsúra, mint egy zenei fesztiválra, aminek ugye eredetileg indult, és én is jobban szeretem a kisebb fesztiválokat, mert azért ott mégiscsak zeneközpont dub, és talán hát nem akarom ezt mondani, úgyhogy valahogy más, mert azt akartam mondani, hogy igényesebb a kisebb fesztiválokon zeneileg a felhozatal, de ez igazából nem igaz, mert azért a szigeten is a szigetből is össze lehet rakni egy erősebb kis fesztiválnak a zenei programját. De hol a Prodigy? Na hát igen, hát a Prodigy egyébként... Játszanak most egyébként. Igen, most kezdtek el idén koncertezni, de egyelőre még csak egy angliai turnét nyomtak, és akkor majd most mennek Amerikába talán, szóval, hogy majd hát, talán most már nem ugyanaz. Jövőre váratok. Hát nem tudom, én a YouTube-on belenéztem az egyik angliai, már nem tudom melyik koncertjükbe, és hát ugye a motorja az már nincs, a készfint ugye meghalt. Igen. De sajnálatos módon, de azért az erő, meg energia, az továbbra is ott van a színpadon. Ráadásul a két Flintet, mert az ő tiszteletére volt az angliai turné, őt ilyen hologrammal meg is idézték a színpadon. És találtak helyett egy hasonló mennyiségben káromkodó higany embert? Nem maradtak annyian, amennyien voltak, szóval nem pótolták őt. Úgyhogy... nem is tudom, Maxim, azt hiszem ő a másik frontember. Szerintem ő pótolja egy személyben a két. Gábor elkanyarintott, mert ők pont nem jönnek Magyarországra. De ez a running joke azért. Jó, de persze, de túlépünk a Prodigy-on, és akkor nézzük, kik vannak még a szigeten, illetve zeneileg még Pesten. Igen, jó. Hát ami szerintem nagyon fontos lesz a szigeten, amit kiemelnék, az a Fontaine's DC nevű zenekar, ők ugye azt hiszem írek, igen. És hát ez a manapság újra életre kelő angol, vagy angol száz punk zenének a mai
jeles képviselői. Persze a punkzenek most nem a Sex Pistolsnak ezt a két akkordos változatát kell gondolni, hanem azért zeneileg attól sokkal izgalmasabb. És ugyanebben a kategóriában sorolható Murder Capital, akik pénteken fognak fellépni. Az ő koncertjeiket mindenképpen ajánlom, de egyébként pedig olyan nálunk is jól ismert zenekarok lépnek föl, mint a Jungle, vagy előadók közül Stromae, vagy a Woodkid. És akkor itt lesz, vagy nagyon ajánlom mindenki figyelmével Alice Merton, ő egy énekes dalszerző hölgy, nagyon izgalmas zenével. És hát most itt reggelig lehetne sorolni, mert nagyon sok, nagyon jó Caribou például, tehát most csak így hasraütésre mondok előadókat, tehát hogy az elektronikus zenétől a egészen pőre popzenéig minden lesz a szigeten, és tényleg mindenki talál magának megfelelő koncertet. Na, jó, oké, akkor... turkálni kell a programban. Oké, kik azok, akik maguk jönnek, és nem a szigeten láthatjuk őket, menő külföldi zenekarok? Kettőt szeretnék kiemelni, mindeket a Budapest Parkban lesz. Az egyik augusztus 19-én az Infected Mushroom, amelyik egy, hát ez a Psytrance vonalnak az egyik legjelesebb képviselője. Ők ugye valahol itt félúton vannak a Goa Psytrance, tehát ez az elektronikus tánczene, ennek az egyik válfaja, és a mert ugye vannak gitárok és a rockzene hangzásvilága között. Ők ugye hatalmas nagy kultusznak örvendenek, tehát amikor ők megjelennek valamelyik koncertszínpadon Magyarországon, akkor ilyen hatalmas nagy tömegek, akik egyébként más koncertre nem járnak, esetleg még Azorára lemennek, meg ilyen különféle Psytrance bulikra, akkor ők azonnal megrohamozzák az adott koncert helyszínt, és ez így lesz augusztus 19-én is, amikor a Budapest Parkba jönnek, az egyébként ilyen nagy Psytrance ünnep lesz, mivel tök sok vendéget hoznak magukkal, lesznek DJ-k is utána, szóval az egy ilyen igazi pszichedelikus program lesz. Ami viszont a legnagyobb szenzáció szerintem, augusztus 30-án szintén a Budapest Parkban a Pixies nevű zenekar érkezik, ami hát a Pixies az egy olyan amerikai alternatív rock zenekar, akik még a grunge előtt nem sokkal alakultak, és a grunge mellett léteztek Amerikában. És már a grunge-ban menő zenekarok is, meg még azóta is szerintem mindenki rájuk hivatkozik. Igen. És 2004-ben alakultak újjá, és aztán egy jó darabig csak koncerteztek, majd elkezdtek kiadni egészen jó lemezeket, és legutóbb 2019-ben adta ki pont így a Covid előtt alatt, és 19, hát az, és akkor jöttek volna hozzánk, ugye, vagy 20-ban és két évet csúszik a Covid miatt. Tolódik ez a koncert, igen, de hát hál' Istennek most megvalósul. Én nagyon várom, mert nekem az egyik kedvenc zenekarom, és tényleg hát ilyen 30 év óta az ember meg akarja őket nézni, és mivel annak idején nagyon rövid ideig léteztek viszonylag, ugye ők még a 90-es években abba hagyták, ezért nem is lehetett őket megnézni sehol. Nekem egyszer mázlin volt, egy rövid turnéra, nem tudom, 10-15 éve összeálltak, és Barcelonával Primavera-n láttam őket, de ennek ellenére kötelező nekem is, tehát igen. Persze, igen, hát mindenképpen az ajánlott koncertek közé tartozik. És akkor még mondanék még két koncertet, vagy két ilyen kis minifesztivált, mindeket a Kobuci kertben lesz, az egyik augusztus 8-án, ez a legelső alkalom, ezt minden évben szeretnék majd megrendezni, ez egy ingyenes fesztivál, a Cigány Dalnapja, tehát aki a cigány zene iránt érdeklődik, akkor mindenképpen látogasson ki augusztus 8-án, ami egy hétfői nap a Kobuci kertben, és ennek a fesztiválnak a lényege végül is, hogy a cigányzenének a teljességét tárja a zenerajongók elé, tehát hogy itt az egészen autentikus cigány népzenétől a flamenkón át a szerbiai rezesbandákig mindenféle cigányzene vagy cigány érintettségű muzsika bemutatásra kerül, szóval ez mindenképpen izgalmas. A konkrét programot még most nem lehet tudni. Azt majd szerintem rövidesen majd
Hát azért 10 nappal az esemény előtt lassan ideje lesz, hogy kiderüljön. Igen, ugye? Igen, de keresgéltem, és egyelőre még nincs ilyen konkrét program. A másik pedig szintén a Kobucival pár nappal később, augusztus 14-én, ugye ez ugyanaz a hét, csak vasárnap, itt már ugye van belépő, a Django Fesztivál, ami, hát ez egy jazz fesztivál, Django, swing, jazz, és különféle balkáni zenék lesznek itt ugye világhírű zenészekkel, mint például Robi Lakatos. Hát ez a Django Jazznek egy ilyen ünnepe lesz. Ez egy nagyon vidám, nagyon felszabadult, nagyon hangulatos zene. Aha. Oké. Okay. De lesz francia, német, szerb és magyar zenészek lépnek föl. Hát ennyit a zenéről. Na hát jól elzenéltük az időt, de hát van még gasztróból, filmből, igen, kiállításokról is gyorsan. Igen, még akkor. Gyorsan mondom, két magyar film is lesz ebben a hónapban. Az egyik az a hónap elején, a másik a végén. Az egyiket már láttam is, augusztus 4-én lesz a Együtt kezdtük című, hát inkább a fiatalokat megcélzó nyári vígjáték. Nagyon sok ismeretlen fiatal színész a főszerepbe, plusz Mucsi Zoltán, aki az egyikük édesapját játsza. És hát ez egy egyébként az idősebbek számára is tök átélhető film, mert egy érettségiző osztályról szól, akik 10 évvel később két osztálytársuk esküvőjén találkoznak újra, és hát mi történt velük az elmúlt 10 évben, mi lett az álmokkal, amiket az érettségi megfogadtak egymásnak, és hát ez egy ilyen hangulatos, Badacsonyban gyönyörű helyszínen játszódó vígjáték némi drámai jellel. Egész szórakoztató, én éppen tegnap láttam. Van benne egy kis picit erőltetett országimázs a filmben, meg ez a Gyere haza fiatal finom erőltetése, de egyébként ettől függetlenül nagyon szórakoztató a film, remek humorral, tehát persze a Mucsi Zoltán viszi a prímet ebben. Ezt mindenképpen ajánlom, és a másik pedig az talán ez az augusztus végén, augusztus 25-én a Szia Életem című vígjáték, amiben ugye a Túróci Szabolcs a főszereplő, és egy kislány, aki ugye egy írót játszik, aki nem tud, tehát megfeneklett a munkájában, nem tud írni, és közben feltűnik egy kisfiú, aki állítólag az ő fia, és hirtelen együtt maradnak ketten, és valahogy meg kell találni a közös pontokat. Ugyanakkor meg a gyereknek nagyon eleven a fantáziája, és az egész érzelmes, kettőjük érzelmes története kicsit átfordul, ilyen álomvilágba lépnek át, kitágítják a valóság kereteit. Ez mindenképpen egy ilyen érdekes, izgalmas filmnek tűnik. Oké. Tehát ez a két, ezt még nem láttam, úgyhogy csak a trélert, az alapján elég izgalmas vagy érdekesnek tűnik. Gasztróból van a első kerületben a Virág Benedek ház, ez a Döbrentei utca és az Apród utca. Sarkán van egy sarok épület, ami 1800-as évek elején a tabáni tűzvész után közvetlenül épült, és ezt 2015-ben felújították, és 2018 óta különféle kiállításokat, koncerteket, meg ilyen családi programokat tartanak a belső udvarban, ami egy nagyon hangulatos, romantikus, a régi tabáni életérzést visszahozó hangulatú udvar. Van ráadásul bent egy 100 éves nagy tölgyfa, és itt fog bent péntekenként, ez 4 pénteket fog jelenteni, a Hajnali Sörfőzők nevű sörfőző üzem, akik Pilisboros Jenőjek, azt hiszem, sörkóstolós péntek délukratánokat tartani, ez augusztus 5 és 26-a között, 4 hétvégét jelent. Lesznek különféle programok is mellette, amiket még szintén nem részleteztek, de hát a sörkóstolás lesz a középpontjába. Ez egy gasztró esemény van, ilyen nagyobb. És akkor még két eseményről gyorsan, hogy az Iparművészeti Múzeum, ami ugye a felújítás miatt egy ideje zárva, most újra megnyitják, mivel a Eszterházi de csak egy szeptember végéig, vagyis most már megnyitott, de szeptember végéig lesz nyitva, és az Eszterházi hercegi kincstár műtárgyait mutatják be, méghozzá azokat, amik megsérültek a háborúban.
és hát elkezdték őket felújítani, és ezekből a műtárgyakból lesz egy gyűjteményes, vagyis nem lesz, hanem van egy gyűjteményes kiállítás. Tehát, de még nincsenek restaurálva, hanem majd ezután kerülnek restaurálásra, tehát itt sérült tárgyakat fogunk jó részt nézegetni, de ettől függetlenül biztos érdekes lesz ez is. Én majd most fogok megnézni, most fogok elmenni megnézni. Nagyon kíváncsi vagyok, és az utolsó az pedig egy ilyen színházi, családi gyerek program, ami nagyon izgalmasnak tűnik. Augusztus 16-án lesz a bemutató. A 12. kerületben a Lóvasút kulturális központban, ugye ez ahol a Lóvasútnak volt, ott annak idején a Lóvasút itt fordult meg, ugye van egy gyönyörű szép felújított épülete, és ebbe kialakítottak egy ilyen kulturális közösségi teret, és itt lesz a Lázár Ervin négyszögletű kerekerdő küldetés című művének egy, pontosabban a Lázár Ervin mesék alapján egy ilyen sajátos feldolgozása a Lázár Ervinnek a négyszögletű kerekerdő meséknek, ugye ez a négyszögletű kerekedőt mindenki ismeri, Mikka Makka, Dömdödöm, Lószerafin, Bruckner, Siegfried, Nagy Zoárd és a többiek. Ez egy 3 órás előadás, ami persze szünettel megy, és ez egészben az érdekes, hogy az első fél órában, vagy bő fél órában bevonják a közönséget is, és a Lóvasút melletti kis erdőben kezdődik. Tehát ugye... ami nagyon jól passzol ugye a négyszögletű kerek erdőhöz. Ott kezdődik egy ilyen kincskereséssel, majd szépen bevonulnak a Lóvasútba a színészek vezetésével, és akkor ott elkezdődik maga a darab, ami, hát, ha jól emlékszem, ebben van az, amikor a verset kell írni mindenkinek a önmagáról, és aztán majd, hát, ezzel talán nem spoiler, ezek Dömdödöm nyer, a maga kis sajátos nyelvezetével. Finoman fogalmazva. Igen. Nagyon érdekesnek tűnik ezt a... Erre még én is el fogok menni, mert egyfelől szeretem a Lázár Ervin meséket, másfelől pedig hát szeretem az izgalmas megoldásokat, és ez nagyon annak tűnik, hogy bátran mertek hozzányúlni a négyszögletű kerekerdő meséhez, meg Lázár Ervinhez. Igen. Mindenképpen. Okay. Hát röviden ennyi. Igazából az augusztus ez egy pont a sziget miatt, meg mert mindenki nyaral, ez inkább egy csöndesebb hónap. Meg ugye a vidéken zajlanak most ilyenkor inkább fesztiválok július közepétől augusztus végéig. Úgyhogy ezért is kevesebb a program. De azért, hát azért nem marad bőven, a program. Nem, abszolút. Még egy csomó mindent nem mondtam, azért már egy csomó magyar zenekar is, akik itt-ott föllépnek, úgyhogy szerintem mindenki fog találni magának megfelelő programot. Oké, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Nagyon jó hangzik. Én is köszönöm, és párat további... fölírtam magamnak én is. Az jó. További szép napot, meg jó műsort, és viszont hallásra egy hónap múlva. Köszönjük, keresünk. Köszönjük, szép napot, jó hétvégét. Szia. Köszi, viszont, hello. Wagner Gáborral, a Villav Budapest újságírójával beszélgettünk, illetve hát hallottuk az ő program ajánlóját. Budapesten hova érdemes elmenni, nyilván szubjektíven, sok más is van, de nem izgalmasak ezek, tehát a városban mit érdemes csinálni. Jövő hónap végén pedig majd jönnek persze a szeptemberi program ajánlatok. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú